köhöz érkezett a nagykanizsai idősügy területén folytatott kutatás. Ez derült ki egy a napokban tartott sajtótájékoztatón. A tavalyi évben történt egy megállapodás a nagykanizsai önkormányzat, illetőleg a mi kis kutató központunk között, aminek keretében az európai trendeknek megfelelő generációs változásokat vizsgáltuk és vizsgáljuk jelen pillanatban. Ennek, ennek a megállapodásnak az értelmében a Panonet Egyetem helyi karát bevonva egy körülbelül egy ilyen 500 és 1000 fő közötti kérdőéves vizsgálatot indítottunk el. A kérdőéves vizsgálat az idősügyi klubok körében már el is készült, ez, ennek az eredménye itt látható az asztalon, ez 29 darab idősügyi klubtól nagyjából 600 kérdői érkezett vissza, ami a létszámot tekintve egy 30 os arány. Ez egy nagyon jó és úgy látszik, hogy az, a nagykanizs idősek nagyon aktívak, tehát szeretnek részt venni ilyen fórumokon. A mai nap egy mérföldkő, ugyanis a mai nappal indul el a Nagykanizsa önkormányzatának honlapján és a Senior portálon az az online kérdőív, amit várjuk, hogy azok, akik nem tagok, de nagykanizsai idősek, azok Töltsék ki, és az eredményeket, a válaszokat szeretnénk szintén összehasonlítani és megismerni. Milyen célt szolgál a kutatás, azért hangsúlyozzuk mindenképpen ezt a kérdést. Két része van a kutatásnak. Az egyik az, egyik az egy tudományos jellegű kutatás. 2014 óta foglalkozom több európai várost érintő demográfiai jelenségeknek a vizsgálatával, és ennek az eredmények kép jutottunk el Nagy Kanizsára, ahol az adatokból, a nyilvános adatokból láttuk, hogy egy nagyon jó és nagyon aktív idős élet zajlik. Ez egyébként látszódik a, a az idősügyi klubok számából és tagságából. Tehát, hogyha összeszeretnénk vetni, a fővárost ebből most kivesszük, tehát hogyha összeszeretnénk venni a nagyobb városokkal, akkor a nagykanizsai idős életre lehet így fogalmazni, ez egy, ez egy minta is lehet. Tehát mi azt várjuk, hogy ebből olyan általános megállapításokat lehet majd készíteni ami akár más városoknak az idősügyi életének a megszervezéséhez is egy nagyon jó modellé válhat. Ugye mi korábban végeztünk már sikerességi faktorvizsgálatokat, tehát magából azt néztük, hogy, hogy mitől lehet és hogyan sikeresen öregedni. Ezek egy korábbi vizsgálatok lezárult, nekünk most az a célunk, hogy azt találjuk meg, hogy mitől lehet boldogan idősnek lenni, vagy idősödni, és mi azt gondoljuk, tehát van egy ilyen feltételezésünk, hogy maga az idősügyi klubok, a közösség, ez hozzájárulhat. Egyébként a kutatás folyamatából ezt úgy néz ki, hogy a tavalyi év szeptemberében összeraktuk az egyetemmel és dr. Keller Krisztina kutatótársammal együtt, egy előzetes kérdőívet. Ezt, ez történt egy próba lekérdezés, tehát a városban több helyen megnéztük, hogy nagyjából úgymond be tudják ezt fogadni az idősek. Ezt át kellett alakítanunk a helyi sajátosságokra értelemszerűen, és két hónapos, tehát egy 60-65 napos határidőn belül született meg a mostani nagyjából 600 Kitöltött kérdőíves eredmény. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nagykanizsán legalább 8000 800, potenciális online kérdőív kitöltő van, és nekünk nagyon fontos lenne, hogy legalább ezt a 600-at, tehát ha párban nézzük, akkor legalább ezt a 600-as arányt szeretnénk elérni.